tél közepe van, ilyenkor minden normális ember síkon teker, viszont az időjárás sem normális, 9-10 fok várható mára, ezért most megnézzük az összes budapesti kilátót, és irány Budapest legmagasabb pontja, a Pozsony-hegy. Természetesen a János-hegyről van szó, amelynek a régi neve onnan ered, hogy állítólag szép időben egészen Pozsonyig ellátni innen. Vagyis nem innen a lihegő felső állomásától, hanem a hegytetőtől. 1907-ben nem csak a neve változott meg a hegynek, hanem azt is elhatározták, hogy építenek egy új kilátót. Mivel Erzsébet királyné is kedvelte ezt a helyet, ezért a régi, már 4 fő alatt is ingatag faglóriát helyett egy a királyné emlékéhez méltó kilátóban gondolkoztak. Budapest vezetésében megvolt a szándék, csak a pénz hiányzott. Ezért a munka elkezdéséhez szükséges kezdőtőkét Glückfrieder gyűjtötte össze. Kiírtak egy pályázatot, hirdettek nyertest is, de építkezés közben Schulek Frigyes a 2 teraszt tartalmazó csúcsívesnek szánt kilátót áttervezte a ma ismert 4-szintes, esküvői tortára emlékeztető formára. Az építkezéshez sineket kellett építeni, ugyanis akkoriban csak a most libegő felső állomásaként ismert helyig vezetett út. Ez volt az ország első állandóan kivilágított épülete. 1945-ben megnyílt a kilátórony étterem, amit 1950-ben már államosítottak is. Az 50-es években úgy gondolták, hogy innen is hiányzik egy hatalmas vörös csillag, amit fel is tettek az épület tetejére, ami alatt persze megrogyant az épület szerkezete, ezért a 80-as évek közepén lezárták a kilátót, majd végül a 2000-es évek elején felújították. Aki viszont inkább befelé szeret tekinteni egy kilátóból, az megtalálhatja a béka és denevér szobrot is. Lefelé haladunk, következő kilátónk a Háromsárhegy tetején lévő Buckler Károly kilátó, ami 495 méter magasan van. Egyenesen is föl lehet menni a kilátóba, de többnyire ez csak gyalogosan élmény. Kiskerülővel találunk egy kutat, meg egy könnyen kitekerhető utat is. Ez itt az a bizonyos, sokkal könnyebben kitekerhető útvonal. Buckler Károlynak köszönhetjük, hogy Háromsárhegy környékén erdő van, mert a századforduló környékére már mondjuk úgy, hogy eltüzelték az erdőt, és az ő ötletére telepítettek ide fenyvest, mert más nagyon nem tudott megmaradni. Persze a II. Világháborúban szintén kemencékbe kerültek a fák. Bringás vonatkozása a helynek, hogy itt mentek föl a kilátó előtt az első Duna-maratonok, és az egyik legkeményebb 24 órás verseny is itt ment el. Sajnos már az az útvonal nem járható. Úgy 10-15 évvel ezelőtt a harangszóról nem a harangértesítés, hanem Harangvölgyi András versenyszervező jutott minden bringás eszébe. És lehet, hogy iszonyatos szélvihar van, de a látvány, meg a szivárvány kárpótol mindenért. Azt hiszem, hogy ezért a kilátóért itt az utolsó bő 100 méteren meg kell dolgozni. Feljussunk ide a Kán Károly kilátóhoz, ami ismertebb nevén a Nagyhárshegyi kilátó egyébként. Kán Károly, aki földművelésügyi miniszter volt, alkotta meg az erdő törvényt, amit először mondta ki
az erdők népjóléti létjogosultságát. További érdekesség, hogy a fákat, fagerendákat, amiből megépítették 1989-es év környékén, azt Budakesziről szállították ide helikopterrel. Eljöttünk a Hősök terére, hogy megnézzük a Széchenyi kilátó hűlt helyét. Megérkeztünk ehhez az igazán szép kúthoz, viszont most kivételesen nem erre a kútra gondolok, hanem erre a másikra. Kilátó története 1868-ig nyúlik vissza, és ugye el tudjuk helyezni ezt az 1800-as évek végét, ez valójában pontosan a vadnyugat kora. Akkor kezdett egy geológus a mostani Hősök terén hévíz forrás keresésébe, közel 10 év és majdnem 1000 méter mélyen talált is. Ezt az akkori fúrházat pár évvel később egy díszkút váltotta fel. De túl sokáig ez sem állt a helyén, mert útban volt a Millenniumi emlékműhöz, így különböző városrészek lobbiztak, hogy hová kerüljön. A Népligetbe is kerülhetett volna, de végül a svábhegyi lakosok akarata érvényesült. Ők gondolták úgy, hogy a város legmagasabb pontján lenne igazán méltó helye. Végül is ide került a Széchenyi hegy mellé. A probléma csak az, hogy 100 méterre tévedtek, mert a János hegy pontosan 100 méterrel magasabb. A Fenyőgyöngyétől akarja megközelíteni az Árpád kilátót, annak több opciója is van. A Pálvölgyi barlangtól mehet a turistaúton, vagy a 11-es busz végállomásától is becélozhatja az Árpád kilátót, és akkor minimális távon kell terepen menni. A lényeg, hogy így is úgy is a Glückfried-es sétányra vagy útra jutunk ki. A turistaútból idő múlva Szalamandra lesz, de igazából nem lehet eltéveszteni az útvonalat, mert csak mindig arra kell menni, amire emelkedik, és nem szabad bedőlni a zsákutca tábláknak. A látóhegyen lévő Árpád kilátó, tehát könnyen megközelíthető gyalogosan, Montival, és szinte még országútival is. Nem véletlen, hogy a Glückfried-es sétányon lehet ide feljutni. Bő 20 évvel az Erzsébet kilátó után épült, tehát Glückfried-esnek nem csak egy kósza hóbort volt ez a turizmus fejlesztés. Kilátó található, hát ezt még bőven ő tervezte 1982-ben, amikor is 85. 77. Milyen 77? Én 77. De mi van írva? Tervezésében 82. 82? A legtöbb internetes forrás a 70-es éveket, illetve 1977-et jelölte meg a kilátó építési évének, ezért ismét utána néztünk, hogy 77 vagy 82-e a helyes dátum. Így találtunk rá az 1983-as időpontra. A három különböző időpontra három lehetséges magyarázat van. 1. Létezik időutazás. 2. Léteznek párhuzamos univerzumok. 3. A legtöbben téves információt másoltak le. Végül a makovec.hu oldalon megtaláltuk az 1982-es dátumot is. Tehát a hármas pont bizonyult igaznak. Persze ez nem zárja az időutazás és a párhuzamos univerzumok létét. Amit Makovec Imre tervezett 1982-ben, akkor is építették, egy ilyen spirálisan csavart kis szerkezetről van szó, amit vasúti talfákból raktak össze, ez le volt zárva korábban, azóta felújították, szerencsére újra átadták, és most látogatható.
Van egy személyes vonal is, amit, ha megengeditek, beleviszek. Lender Gyuri barátunkat is így búcsúztattuk. 2022-ben sajnos elment közülünk, úgyhogy egyébként ezt a helyet és ezt a kilátót az ő emlékére ajánlom sok szeretettel mindenkinek. Megérkeztünk a józsefhegyi kilátóhoz, amely se nem József, se nem kilátó, és nem is hegy. Azért nem kilátó, mert eredetileg ez egy vízműépület, csak felhúztak rá plusz szintet, hogy ki tudjunk tekinteni. Azért nem hegy, mert csak 234 méteren vagyunk, és azért nem József, mert 1847-ben meg akartak szabadulni a József Berg elnevezéstől, és egy ekte magyar nevet szerettek volna, és akkor kitalálták, hogy legyen Szemlőhegy, mivel a Budát visszafoglalni szándékozó seregek innen szemlélődtek leginkább. Van a helynek egy bringás vonatkozása is, a józsefhegyi amatőr hegyi kerékpáros sportegyesület. Elvben erről a hegyről kapta a nevét, de valójában csak azért lett ez a nevük, hogy a nevük rövidítése az passzoljon a szponzorukhoz. Úgy tűnik, hogy ez a hely nem az igazmondásról híres. Kilátóból gyakorlatilag dél felé tudunk kitekinteni, de ha lemegyünk, akkor ott van egy kis tisztás, arról pedig inkább a Margit sziget felé északra van szép kilátás. Mondom a jelzót. Milyen jelzó? Igyomna plázs. Igyomna plázs? Mond valamit? Hát a plázs az valami partot jelent, az igyom, az a igyem, az a menjünk a partra. Nem tudom. Tökéletes, tehát a szláv vonalat nagyon jól hozta. Akkor nem volt hiába való az elmúlt másfél év, plusz az 5 év Szlovákiában. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy vamos a la playa. Vamos a la playa. Nem mondjuk úgy, mert hogy azért igyom na plázs. Igen, mert a plázsra menjünk. Menjünk a plázsra, igen. Pontosan. És tehát ugyanúgy, mint a franciául, szláv nyelveken is strandot, vagy ilyen természetes vízpartot jelent a plázs. Uh-huh. Csak nyilván kicsit másképp kell kiejteni. És több teória is van, hogy miért naplás tónak hívják ezt a helyet. Látom, készültél. Te vagy a kétkeréken guruló, ismeretterjesztő, kézi szótár. Tehát a naplás szavunk onnan ered, majdnem ugye a naplopást jelenti. Tehát ez a nap eltöltése, semmittevés. És ezt erősíti még az a vonal, hogy van egy szerb-horvát kifejezést, amit tükörfordításban kiadja ezt a naplást, de van egy olyan teória is, hogy a szovjet katonák, itt állomásozó ruszkik, ide jöttek ki strandolni, és ők mondták, hogy igyom na plázs, és innen jött ki a naplás szó. A gond csak az, hogy akkoriban nem volt olyan, mint a vízminőség, hogy ide bárki horgászni vagy fürödni kijött volna. Van egy másik teória, hogy a cinkotai szlovákok jöttek ki a szilaspatak hoz mosni, meg fürödni, és ugye szlovákul szintén ez a naplázs. Uh-huh. És ami még érdekesség, hogy először 1982-ben írták le ezt naplástóként, tehát viszonylag új az elnevezése, de a lényeg az, hogy a sok teória ellenére semmit nem tudunk róla, hogy miért ez a neve. Ez egy tanösvénynek a része, ez a, itt vagyunk most rajta ezen a gátrendszeren, abban az irányban folyik a szilas, így Budapest felé. Ez már a duzzasztott része, és tök jól kitalálták ezt a kis tanösvény részt is. Körbe lehet járni a tavat, és gyakorlatilag körbe ilyen ismeretterjesztő táblák vannak magára a környezetről, a nádasról, a tóról, az élővilágáról. Érdemes, már csak ezért is ide ellátogatni. Ugye, ahol tó van, meg patak, ahol víz van, ott mindig gazdag az élővilág. Igen. A túloldalon ott valami gyűrűzőhely is van,
Ugye ez is egy természetvédelmi terület, tehát nem lehet bárhol kóricálni itt. De most közel 200 madárfaj van ezen a környéken. Tehát olyanok is, mint az erdélyi fülesbogoly, a halászsas, tehát elég gazdag élővilág van itt. Át kell mennünk a tó túloldalára, hogy megértsük, miért szokták ezt a kirátót cinkotai ferdetoronynak is nevezni. Jó kis modern alakja van. Kíváncsi lennék arra, hogy milyen volt régen, ha volt itt régen korábban. Nem volt régen. Nem volt? Ezt most építették? 2021-ben épült, és úgy tudom, hogy 27 méter magas, és a felső szint az 22 méteren van. Ami az a probléma, hogy a fák meg tudnak nőni általában 30 méter fölé, de úgy tűnik, hogy tudatában voltak, hogy milyen fák vannak itt a környéken. Itt egy bokros terület van a környéken, hát azért elnézem, alacsony üdésű kis csenevész fácskák. El lehet látni, egészen Dobókőig, Visegrádi egységet lehet megcsodálni. Hármashatárhegyet, Jánoshegyet, Csúcshegyet, mindent egyébként. Elég klassz kis kilátással rendelkezik. Nyilván fentről a tó is gyönyörű, de majd ezt majd megnézzük tavasszal. Eleinte kisebb bizalmatlanul közelítettem meg ezt a pesti oldalon lévő kilátót. Talán nem véletlen, hogy találtam olyan cikket, ami azt állítja, hogy ez a kilátó a Citadellával azonos magasságban épült, és a környéken lakók is szeretik ezt büszkén hangoztatni. A gond csak az, hogy ez nem igaz. A kilátó 145 méteren veti meg a lábát, és ez a 145 méteres magasság sokkal közelebb van a Gellért-hegy lábához, azaz a rapparthoz, mint a Gellért-hegy tetejéhez. Az irodalomra érzékenyek felfedezhetnek egy Vörös Sándor verset is a kilátóban. Szobrokkal, játszótérrel, kávézóval együtt teljesen kellemes és mindenki számára bevállalható célpont, akár még télen is. Ne térd le az ösvényről. Az a jel, hogy ez az ösvény. Okay. Kijelölt ösvényről olyan védett fajok lehetnek. Vannak olyan ritka fajok, amik itt élnek meg ebben a mocsáros környezetben. Mi ez a hang? A háttérben? Vasút? Nem. Mi ez? Ugye mi Ecseren keresztül jöttünk. Igen. De mi ismét Budapesten belül vagyunk, de ugye ez az a kilátó, amit legkönnyebben repülőgéppel lehet megközelíteni, mert hogy itt van mögöttünk a Ferihegyi, vagyis hogy a Liszt-Ferenc repülőtér közvetlen mögöttünk. Ja, ilyen közel értünk hozzá? Igen, teljesen. Aha. Itt van mögöttünk. Aha. És visszatérve az állatvilágra, ugye ahol víz van, ott élet is van. Ezért itt is elég gazdag élővilág van, vagy legalábbis volt, mert hogy a mocsára sajnos eléggé kiszáradt évek óta. Amikor körülbelül 7-8 éve vagy 5-6 éve jártam itt, akkor tulajdonképpen alig nem lehetett megközelíteni a kilátót, tehát át kellett ugrani, hogy ne lépj be a vízbe, tehát idáig és tartott. Mi volt itt? Egyébként itt semmi? Hát körülbelül a kilátóig tartott a víz, tehát aha. Ide jöttél, és ezt az utolsó pár
métert azt ott nagyon ügyesen kellett megtenni. Tehát a fele az már vízben állt, és így át kellett ugrani. Hopp! Aha! Ügyeskedni kellett itt. De most gyakorlatilag az elmúlt évek vízhiány okozza ezt, hogy ez valószínű, nincsen már itt víz alatta. De menjünk fel és nézzük meg, hogy látunk-e pár cseppet még a mocsárból. Tulajdonképpen oda lentre is az van írva, hogy ez egy madárles. Nem is inkább a nem kifejezetten kimondottan kilátó. Jól látszik, hogy van egy állóvíz, egy pangóvíz egy kisebb területen, de azért ennek nagyobb kiterjedése is szokott lenni, hogy a nádnak a terjedését nézem, veszem. Ez látszik belőle most így télvíz idején. Nád az úgy meghatározó, hogy mekkora szokott lenni, vagy mekkora volt a legnagyobb kiterjedése. Valószínűleg keresek majd egy képet, talán van pár évvel ezelőttről, hogy hogy nézett ki ez. Én azért megmondom őszintén, a nád közé sem nagyon lépkednék be az SPD-vel, mert biztos, hogy elmerülnék. Meg eleve nem is szabad. Meg nem is szabad, persze, hát hiszen azért van a ne térd le az ösvényről, de odaig egyébként be lehet sétálni, ahogy elnézem, ez valószínűleg egy kijelölt igen, ösvény, csak... vagy nem tudom, vagy pedig szám illegálisan jelölték ki, te mit gondolsz egyébként? Hát nyilván ezt nem legálisan, mert ide a kilátó lábáig tartott a víz néhány évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen eddig tart a türelmi zóna, eddig sétálhatunk be, vagy jöhetünk föl, és tulajdonképpen ezután már tilosban járkálnánk. Viszont van kijelölt ösvény, meg tanösvény, tehát a környék az nem csak ebből a kilátóból, meg nem csak ebből a mocsárból el, hanem legálisan lehet kóricálni még a környéken, csak meg kell találni a jelzéseket. Na ez az, ami, hogy így jöttünk, én nem nagyon láttam ilyet. Még hány ilyen hely van, ahol nincsen megfelelően jelölve. Egyébként, ha egyértelmű lenne, szerintem jóval kevesebben térnének le de az útvonalról. De amúgy teljesen egyértelmű, nem? Tehát hogyha ki van téve egy távol természetes terület, az pedig ki van téve és látható, tehát itt is meg a naplástónál is, ott az az alapszabály, hogy az utakról nem térsz le. Tehát vagy jelzett út legyen, vagy egy olyan út, ami mindig egy autó elfér, azon, ahol egy autó el tud járni, ott nyugodtan sétálhatsz gyalog, de az ilyen jelzetes kis ösvényekre sehol nem szabad letérni, se az erdőben, sem ezeknél a tavaknak a közelében. Annyira gazdag ennek a mocsárnak a madárvilága, hogy a kicsi énekes madaraktól kezdve egészen a nagy gépmadarakig minden megtalálható itt. Elfben elérkeztünk a film végére, hiszen meglátogattuk már az összes kilátót. Viszont nem véletlenül jöttem el ide Budapest legnagyobb körforgalmához, amelyik valójában nem is körforgalom, csak úgy néz ki. A kilátók után olvasva többször találkoztam a Gloriát kifejezéssel. A századfordulón és az azt megelőző kb. 100 évben gyakran hívták így a kilátókat. A 18. kerületben a néhai Lőrinci puszta legmagasabb pontján pedig állt egy kilátó korábban. Éppen innen kapta a nevét a Gloriette telep. Bő 100 évvel az első világháború előtt itt ünnepelték a Napóleon felett aratott győzelmet. Hívták ezt három királyok kilátójának is, bár a porosz király mellett az egyik király az orosz cár volt, a másik király az osztrák császár. Az első világháború után még felújították a kilátót, de a második világháború után már nem állították helyre.